Nézzük, hogy a gyerekek hogy látják, hogyha nem is pont ezt a témát, de azt, hogy mi is az a vízkereszt, meg egyáltalán milyen az új év. Új év, új ígéretek. A gyerekek azonban a felnőttek számára is elgondolkodtató módon értelmezik a lehetőségeket. Szoktatok-e újévi fogadalmat tenni? Az mi? Csoda? Az mi? Fogadunk valamit, és nem szabad megtenni, amit fogadtunk. Na ez aztán a kiskapu. Folyton verekedik bulcsúval, és én meg elkezd bégni, mint a bégémasina. Bögőmasina! És mit fogadtál meg? Hogy többet még ezerszer fogok ilyet csinálni. Persze van, aki jobban igyekszik. Belekedtem az öcsémmel. Azt fogadtam meg, hogy többet nem csinálok ilyet. És be tudtad tartani? Nem. Ti tudjátok, hogy mi az a vízkereszt? Nem. De mi történik a karácsonyfával? Hát elviszi a Jézuska. És hova viszi a Jézuska? Hát a szemétkereszt. És a kis sárkára. Magához. Miért viszi el magához? Hogy ő is megünnepelhessen mindent, amit szeretne. És de ő akkor hogy kapja meg az ajándékot, amit ő szeretne megkapni? A szeretet! A szeretet a ajándékja! Visszaviszi, ahonnan hozta, és a máshol is, más bolygón is lesz karácsony, akkor oda viszi. Kidobjuk az ablakot. A nagy jégnál kivisszük a kertbe, és elültetjük. Vannak, akik az újévi jó kívánságot kicsit másképp értelmezik. Miért szeretnél? Én is! Azért, hogy akkor otthon maradhatok. Neked mi a jó kívánságod? Nekem az, hogy anya meg apa és Bulcsú meg én soha nem legyünk betegek. Remélem azt kívántam a családomnak, mire? Hogy legyen minden jó. Az, hogy legyen egy rollibuszom, egy hangos rollibuszom, meg sok szeretet anyának meg apának.